Január 1 ével elkezdődött az új évtized, a 2020-as év pedig az élet több területén is jelentős változásokat hozott. Ettől az évtől már nem lehet a régi tízezresekkel fizetni. A készpénzes vásárlásoknál már csak a 2014. december elseje után forgalomba került és megújított bankjegyeket lehet használni. Ennek köszönhetően befejeződött a Magyar Nemzeti Bank. 2014-ben indult csere folyamata. Fontos tudni, hogy a bevonási határnapig be nem cserélt bankjegyek nem veszítik el értéküket, mert minden bank és postafiókban három évig, a jegybankban pedig húsz évig díjmentesen beválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre. 2019. december 31-ével érvényét vesztette az Erzsébet utalvány, de nem csak a papíralapú, hanem a kártyás Erzsébet utalvány család elemei sem érvényesek már az új évtől. 2020. január 1-től lépett életbe a személyi jövedelem adómentesség a legalább négy gyermeket nevelő édesanyák számára. A kisvállalati adókulcsa 2020. január 1-től 12%-ra csökkent, az egyszerűsített vállalkozói adó, vagyis az EVA, mint adózási forma pedig megszűnt a hazai turizmus versenyképességének erősítése érdekében a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás áfa szintje is csökkent, a korábbi 18 ról 5 ra Január 1 ével emelkedett a minimál bér is. A 8%-os változásnak köszönhetően 2020-ban bruttó 161 ezer forintra nőtt ez az összeg, a bérminimum pedig több mint bruttó 210 ezer forintra nőtt. Idén drágul a cigaretta jövedéki adó mértéke, illetve a legnépszerűbb hazai lottójátékok alapára is. Az autópálya matricák árai viszont nem változnak. Érdemes azonban kiemelni, hogy az éves és megyei matricák érvényességi ideje január 31-én lejárnak. Januárban ismét növelni fogja a kormány a nyugdíjakat az inflációval arányosan, hogy megőrizzik a reál értéküket. Egy 2,8%-os emelést követően az átlag nyugdíj összege 134.154 forintra emelkedik január 1-től. A nyugdíjkorhatár 2020-ban 64,5 év. A falusi csok keretében 2020. január 1-től áfa visszatérítési támogatás vehető igénybe 5 millió forint összeghatárig lakóingatlan építése mellett, már bűvítésre és felújításra is. Várhatóan kedvezményes kamatozású lakáshitelt vehetnek fel azok, akik környezetbarát energia besorulású lakást terveznek vásárolni. Ez annak köszönhető, hogy a jegybank mint hirdet a Magyarországi székhelyű hitelintézeteknek a 2020 és 2023 között kihelyezett zöld lakás célú hitelei után.